13-8-as Anubiszt követően fogunk megfordulni, aztán a második pályánkra, ami továbbra is ugye a Fúriának a választása lesz, ami nem lesz más, mint nyúk, mint ahogy azt mondtuk már. Nap hátrányban vannak itt Viszcék a képernyőn, két Mastermind, a két IGL. Annyival kiegészül, hogy nyilván ugye aki nem tudná, bár szerintem olyan nem nagyon létezik itt a chaten és a képernyők előtt, de folyan ugye AWP-zik. De ugye Twist továbbra is ugye a kalákat és az emlényeket forgatja. Oldalakat tekintett pedig a likvidesek fognak védőben kezdeni az első 12 kört, illetően miközben már úgy néz ki, hogy egy gyors fenti pop fog érkezni majd készerátóéktól. Nekem de rá akar jönni a nyugat füstön, viszont ezt nem fogja megtenni készerátó, így viszont ingyenesen tud menni előre és meg is tudja nyitni a kört. Elhullik Twist, elhullik Nef. Nem tudnak erre nagyon válaszolni. A likvidesek JKS itt van még mondjuk Heavenben, jó a sebzés Skullzra. Ultimate már lobbyban, és meg is két irányba kell figyelni, lekapcsolja egy tap a Jurit, biztos jobban, nagyon kemény amúgy ez a gyerek. Csak tovább kellene még folytatni, Cselóra nincs meg viszont a frag, csak az információ, de lehet még akár tovább folytatni, és Skullzra kéne lőni, és akkor 3v3-ba jöhet majd most ezen a ponton a riték. Volt a switch, Fallen között tudott egyet fregelni, és Ultimate-et is valahogyan befejelik készerátó, pedig ahogy megnyitotta a kört, végül le is zárja azt. Úgyhogy megint csak érkezik egy pisztolyos a braziloktól. Bár nyilván most azért elmondhatja magáról a Liquid azt, hogy nem eldobták a 4v2-t, hanem tényleg le lettek fregelve. Itt még egyszer készerátó nyitója. Amit te is kiemeltél, hogy Ultimate-re egyelőre itt a pisztolyosokat tekintve nem lehet panasz. Viszont a AWP megint csak elég későn fog tőle érkezni. De jó a hangulat továbbra is itt a Furiásoknál. Most már Fallen is elkezdett kúrjongatni. Kellemetlen. Hát meg az is, hogy egyébként be fognak poppolni csak egyszerűen az arra. Na, mondjuk. Nem. Nem, pedig itt meg volt a lehetőség. Twist. Hát az fotolt egy játékos, de a dual berettákkal sok esélye nincsen, ráadásul teljesen vak is volt, ráadásul még Jekindár. Nagyon szeretné belőni azt a fejet. Egyébként nem fog sikerülni, nem fog érkezni nyugatba az MP9-el. Egy frag, utána Cselló, utána Yuri. Ilyen sorrendben érkeznek támadó oldalról. És akkor Jekindár, akiről pedig volt információ, ő marad 1v4-ben. A scoutot pedig ki lehet hozni a következő körül, ugyanis forszolt a Liquid. Yuri. Puri, mert Ultimate-nél volt csak kettő darab frag pontosan. Jekindár, hát hallja Cselót. Hát oda talán még el lehetne menni. Bár mindenképpen kéne fregelni ezzel a dezivel. Ó, hát így viszont óriási és lamasztikában akkor a lett játékos. Óriási fejes viszont Jurira is, aki igaz, hogy lovos volt. Hú-hú! Cseló! Hát Longengel ide vagy oda. Azért az az AK az továbbra is egygolyózik, illetve láthattuk, hogy Jekindárnál volt még egy nagy kevó is, úgyhogy az sem fog kikerülni. Kimentődni pontosabban. Így mindenképpen ekkózni fognak a likvidesek. És akkor tényleg érvényes az, amit mondtam, hogy Ultimate-nél, hát nem mostanában fogjuk azt a nagy zöldet látni. Én Cselló megint csak föl is rakja a kezét, hogy... Halló? Valami? Valami így felém? Nem? Jó, akkor semmi. Ő is élvezi a játékot most jelenleg. Neki sem megy egyébként feltétlen, amióta itt bekerült a Fúriába, sokat többet vártak tőle. De most nyilvánvalóan azért ő is produkál. Hát most mondjuk egy Echo ellen, ez pont felesleges mondani. Cselló megkezdi a fregelést. Ultimate előtt viszont ott van egy lineup. Játékos sikerül nagyon robosra lőni, Yuri 8 HP-n most már. Cselló pedig folytatna tovább. Hát ott büntetik. JKS nem tudja fölvenni az alkát, miért már több is már amúgy nincs betöltve. Skullz folytat, és akkor az utolsóra pedig készerátó fog érkezni. Még fel is tudja venni az alkát. Megvan a 3-0, szép konvertáló körök a Fúriától, és akkor most indulhat be a Liquidnek is majd a gépezet, ugyanis jönni fognak a nagy fegyverek. De tegnap nyúkon a Pain Gaming ellen 13-11-re sikerült itt Fallen-éknak becserkészni szintén ugye saját pályapikjüket. Már egyelőre, tehát a 13-11-es rendes játékidőbeli összes látható 24 körtől elég messze vagyunk. Habár érkezik a vásárlás, amit te is mondtál, és Ultimate-től, hát a Glasscannon nem is, de Kiskeóval jön a VP egyetlen egy flash-sel. Úgyhogy hát neki kéne fregelni legalább kettőt, és dugába döntenie egymagának már-már ezt a Furia offenzívát. Cselóék pedig, pontosabban Cselló, illetőleg talán Yuri, akik kint itt fognak foglalni. Hát Jekindár pedig a szokásos poziában már len van ott exit teljesen alján. Végül akkor nagyon néz ki, hogy Twist lesz majd tűzkeresztségben, aki meg is levi végül a nyitót.
Igen, Sharon megpróbált berobbanni a füstön, itt a kanadainak viszont figyelni kell megint két irányba, és mögötte még jönni fog Yuri, aki szintén lefejel, viszont az M4-gyel ez nem jelent egy freget. Ultimate, oszta minden itt Fallen mit lő rá az AWP-ben, ráadásul duplázni tud, JKS is elhullik, Jekindar nem találta meg a timingot, hogy ki tudja jönni csatiból. Mondjuk, hogyha föl is dugja a kis buksit, akkor az készrátó pillanatok alatt intéz neki egy újabb hajvágást. Nem is fogja végül Jekindar ezt megpróbálni, ki kell hozni ezeket a fegyvereket. A Furion nagyon-nagyon agresszívan támad, és nálunk meg pont az a félő, hogy annak ellenére, hogy ez a nyúk, ez CT map, én szerintem az utóbbi összes nyúkjukat, amiket az elmúlt pár hónapban láttam, legalábbis Kaston, ott jobban menne nekik amúgy a T oldal. Tehát, hogy nagyon-nagyon keményen támadnak, gyorsan, pörgősen, ilyen brazilosan, ha lehet ezt így mondani. És jól is működik. F. Leszpotolják. Az Observer ráközelített a kitre, de... azért azt megpróbálni, hogy oda leugrik és leszedi azzal a kittel. Azért Fallenék nem magezték. Hát figyelj, lehet, hogy ha Anubiszon lennénk megint csak, és mondjuk a mongol az játszana itt a Fury ellen, akkor megcsinálták volna. Gondolok itt már egy korábbi... Hú, Fallen NS. Mondjuk a második se volt egy gyenge frag. Apa intézi. Professzor. A keresztapa, igen, igen. Ilyen jó kis jelzőket találunk rá azért itt az elmúlt pár év játékaiból. EJKS. Unlucky. Majd. Legalább nem switchelt. Még. Jó, készrátó. Viszont keresztül tudja lőni a nyitót. Ez így viszont már problémásabb. Jekindar hiába válaszol egyel. Húz azonnal ott volt és reflektálni tudott. A gránát... Jó. Azt hittem egy kicsit... mélyre pattan. Előkerültek közben már az AWP-k. Újra fogják füstölni. Itt a fúriások. Lomosz a tejéről viszont így rálátása lesz Ultimate-nek. Aztán amúgy a fúriások ezt megforgatják. Nem érdekel, hogy mennyi, hogy kell bélyre menni. Ők szépen be fognak vonulni egy teljesen ingyenes arra, 4v3-ban ráadásul, a Liquidnek erről semmi információja nincsen. Nem is lesz addig a pillanatig, amíg vagy el nem megy ez a füst és spotolják Fallent. Vagy lekerül a bomba, viszont Fallen intézi a következő freget, majd utána még a Flick is ott van Twistre. 6-0-ban kezd Fallen. Ultimate-ről pedig, hát információ nincsen. Viszont lesz szerintem nem sokára, ugyanis nagyon jönnek az ő kivégzésére, nem akarják hagyni, hogy AWP-t mentsen. Fallen, most már spotolják. Ultimate viszont életben tudja tartani saját magát, és ezen a ponton meg amúgy figyelni is kell, mert az 1v2 még hozható. Főleg úgy, hogy ott egy smoke, meg egy kit is. Itt mondjuk még, hát igen. Hát a tőről Yurinak jó volt a pozia. Nagyon gyors 5-0 amúgy, úgyhogy azért itt... hát van megint csak hova comeback-elni a Liquid-eseknek, maradjunk annyiban. És most ez a map viszont így ebből a T oldalból már, hát legalábbis az első fél idő sikernek elkönyvelhető itt T oldalról. Egy 5 kör innen nyúkon, azért arra azt szoktuk mondani, hogy az bőségesen elég lehet. Innéttől fogva már mondhatjuk azt is, hogy jönnek a gratis körök, hogyha esetlegesen Fallenéktől érkeznek majd még itt futószalagom. Hát, lemaradtunk az első trade-ről, minden esetre készenrát a végez Neffel, Ultimate viszont reflektál egy Dezivel. A karlát viszont nem sikerült felpikkelni, sőt Yuri most már el is távolítja onnan a közelségből, így az nem lesz egy előre felpikkelve Ultimate által továbbra sem. Aki tovább fogja tolni rámpát, itt egy jó timingot még elkaphat akár, és ott Fallen lovasan marad. Yuri, elhullik, itt figyelni kell, Skulls viszont tud duplázni, JKS viszont kitoltam. Itt lobbit, meg van neki is a frag, a brazilra, 2v2, Fallen be van szorulva. Két tűz közé nem igazán tud egyik irányba sem mozogni. Cellónak kellene őt megmentenie, de ezzel nem tud mit kezdeni. És akkor most aktiválódhat Cello egy 1v2 formájában. Ultimate-nél ott van az AWP, úgyhogy ha egy ultemben píkelne, akkor Cellót akár hátba lehet lőni. Aki viszont JKS után fog menni, ez itt egy könnyű freget fog eredményezni. Késsel is fog utána menni. Bár. De okos. JKS, igen, JKS hiába fordult meg. Na és akkor most egy 1v1. A gránát, az... 3 pontos. Az annyi. Mögé pattan, Ultimate itt van nagyon közel. Cellónak erről semmi információ nincsen. Itt akár ezt Ultimate észre is megoldhatja. 30 másodperc van még az órán, úgyhogy oda tudnak forgatni, ahova csak szeretnének. Ultimate nézd meg, beflenkelheti akár Cellót, akinek viszont ezen a ponton pörgetnie kell.
Meg is pörgeti. Mármint hogy a tempót. Ah, Siló mögé! Jó, akkor nem. Mégsem fogja Siló mögére letenni. Hát rossz helyről píkel, és akkor Ultimate végül meg tudja hozni ezt a technikai 1v2-t, pontosabban inkább az 1v1-et. Ugyanis nem még volt 1v2-ben, hanem cseló. Jön az árkózás, legalábbis 5-1-re egyelőre. Nem kapkodják a köröket itt a felek, azt kell mondjam. Mert ugye ez már Anubison is jellemző volt rájuk. Meg hát nyilván azért ismerik mindenki egy csapatot is, Liquid sem egy kapkodós team, illetőleg azért a Furiások is szeretik akár kétszer-háromszor is megforgatni a kört. Ennek. Ja, értem. Jó. Azért cseló nem látszik az a csalódottság, de hát nyilván ez azért van. Azért is van, mert már ugye egy mapot a hátuk mögött tudtak. Viszont érkezik egy vásárlós kör majd a Liquidesektől is immáron. Jelenleg Fallenék pörgetni akarják, ugyanis nincs AWP. Jekindár visszasikerülött vonultatni. Ezek megint itt nyugat lehet majd a végcél, és érkezik majd egy fű, Jekindár elbukja a páracát, és ezáltal így teljesen ingyenes útja van, viszont megint két irányba kell figyelni, megvan az első, megvan a második, és van a harmadik is a kanadainak, tovább túrja a füstöt, még a sebzés is jó Fallenre. Na most vissza, ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép megoldás, 2v4-ben meg fog ragadni viszont most a Fúria. Visznek mindent is megengedtek most az életben lévő Fúriások, akik közül most már csak Fallen és Skaz vannak a szerveren, legalábbis itt a hetedik kör tekintve. Oké, hogy előtte a másodikat, de hogy a harmadikat is, és még tudod switchelni is közön egy AK-ra, hát mondjuk itt erre megint csak nem fog számítani, Skaz, vissza kell rá is mehetne az észre. De Fallen ezt nem akarja neki onda ideadni, úgyhogy Catwalkról majd JKS fogja végül lezárni a kört. 5-0-ról 5-2. Itt mindenképpen a kanadai irányítót kell most nagyon-nagyon dicsérni. Fura ezt meg mindig hallgatni, hogy kanadai irányító. Ugye? Gondolom mondani is fura. Tehát... a szerepkörbe vállalta magát, ahol egyébként, ha jól emlékszem, Mitterről nyilatkozta azt, hogy egyik legjobb irányító lehet akár, ugyanis nagyon sok tudás van, ugye a játékos jó game sense-szel rendelkezik. Nyilvánvalóan nem ma kezdte ő sem, tehát ő már egy pár évet lehúzott a Liquidben, nyert ott egy Interglance Slamet is, majd utána ugyanezt megcsinálta a FaZe-ben, ahol Major trófeát is begyűjtött, ugye Antwerpen. Úgyhogy azért van jó pár év és jó pár évi tapasztalat maga mögött, nem ön mögött. Bárcsak. Mielőtt itt még belemegyünk ilyenekbe. Bárcsak. Ez a szituáció, fölveszi az alkát, az árnyékot meglátta, ezért lehetett számítani Yurira. Ez a Briskáz nem tudott mit kezdeni. Gyönyörű volt ténylegesen. Ez talán megindíthatja egyébként a Liquidnek a comebackjét, ami ugye hol kezdődött, annan, hogy Ultimate hozott egy végét. Ebben a körben viszont, hogy nem lesz meg most Fallenéknek, akkor mindenképpen utána echoznak, nagyon max halfbuy, nagyon gyors az ápok, viszont JKS tud vakon fejelni egyet cserébe, viszont cseló is válaszol, Ultimate megint a Dezivel, és akkor végül Fallen és Jekindel is elindítják maguk számára a karikát, viszont a keresztapa nagyon úgy dönt, hogy inkább azzal a Tech 9-esre visszazár. Juri valahogyan ellövi Jekindel, pedig megvolt a dupla peak, és megvan a ventes playerről is az info, hát Ultimate-nek csak bújnia kéne, vagy fregelnie, jó óriás itt Fallenre. Jurinak ez egy 1v2 szitu, a bomba viszont lekerül általa. Hát és amilyen formában volt egyébként Anubison, hogyha ezt nem hozta át most nyúkra, akkor az 1v2 hozhatatlanná válik. Isten! Tehát Ultimate nem normális egyszerűen, és nagyon úgy néz ki, hogy kifizetődik Twistnek a scoutingja. Mert ugye ő mondta azt, ha jól emlékszem, hogy fölfedezte úgymond Ultimate-et. Hát megérte. Csak ez a tendencia ne csökkenjen, mert eddig nagyon jól játszik, és tényleg kellett a Liquidnek most már egy olyan dedikált alvépés, akire lehet építeni, mert pont azt beszéltük múltkor barátaimmal, hogy az elmúlt években nézd már meg, vézi azt, hogy milyen AVP-sé voltak a Liquidnek. Tehát nem volt soha sztár AVP-sük. Tehát, hogy OC, Nitro... KDN, igen. Tehát, jó, most nyilvánvalóan itt a távolabbi múltról akartam kicsit jobban beszélni. De hogy sose volt az a kifejezett sztár AVP-s, és most itt van ez az Ultimate gyerek, akiről sokat nem tudunk. Fiatal, lengyel, kirobbanó formában van most jelenleg. Tovább tudja ezt folytatni, addig, hogy a Liquidnek egy sztára a lépése legyen végre. Tupla nyitó közben a Liquidesektől. Kétszer átolt, hát leengedik. Jó, Juri közben hát fogja ölni, nem fogja hátbölni végül Jekindelt. Viszont továbbra is ugye érvényes az, amit mondtam, hogy kétszer átolt leengedték Vence-ből. De lehet, hogy az innét a fogva kevés lesz, hogy ön is a bomba kiesett. Amit, hát Skaz még talán meg tudnak kaparintani.
De kettővé ötöt egy megtennel és egy AK-val hozni, úgyhogy semmi füst és semmi molotov, ráadásul most Skazel is árulja a poziát. Ez egy könnyedebb felirassz akkor a Jekindárnak is. Tripla! Őt is nagyon hiányoltak amúgy Anubison. Örülünk, hogy végre megérkezett erre a második mapunkra. Másfél évben hiányolom. Hát... Jó, ez is igaz. Igen, Margóra odarakom. Ez is igaz. Készenlátok pedig akkor itt világi letartásokban lesz ebben a maradék 45 másodpercben. A bombát nem tudja semmiképpen sem összeszedni. Ugye ez már... meccs. Kíváncsi vagy rá? Mondja csak. 6-5 jelenleg a 3D Max-nek, és ugye az olyan szempontból érdekes, hogy a Heroic-hoz megérkezett végre a Dexter. Finally. Igen. Ahol... figyelj, jelenleg Anubis a pálya, amit a 3D Max pikkelt, Ancient lesz a második, és akkor ezek után, hogyha nem sikerült dőlőre jutni, akkor lesz egy nyúk. Most mondom a statisztikákat, sus 16-9. SS 10-7, és akkor Dexter 5-9, meg Nurse 4-10, meg Kixan 3-11. Úgyhogy egyébként, ha jól emlékszem, akkor Kixan vitte tegnap a hátán az MIBR ellen a csapatot, amiből ugye végül vereség lett. 2x13-7 Mirázson, illetve Anubison, de Kixan 36-44-ben zárt, Nurse 43-43. Susnak nem volt élete meccse tegnap. Tehát, hogy az, hogy ő egy best of 3-ban 17-48-ban megragadt, az nagyon szomorú. 4-18 Ancient-ön, 5-13 Mirázson és 8-17 Anubison. Neki szerintem élete legrosszabb formája volt az a tegnapi nap. Na most akkor duplázik. A Furiáson viszont nem fognak duplázni, itt egy Coker tekintetében, rávásárolnak kapásból, 2 AK-2 Galil és Fallen, ki más ugye irányító szerepkörben rávette a Tech9-t, én fogom mindenképpen beugrani, előtte viszont Jekindár füstökön keresztül tud végezni cselóval, esik tehát az egyik Galil, és nyilván ugye az emberről is egy óriási pozitívum lehet a Liquid szemszögéből, a növnek a poziára viszont egész eddig nem számíthattak, Ultimate pedig beakad, a Flake készerátot tud viszont reflektálni. Falon még megpróbálkozik egy lövéssel Ultimate, de... talál végül célt. Twist, végigtolt a lobbit, amit jó lehet, főleg, hogy Gyurinek az árnyékát hamarabb fogja meglátni. Nem tiszta, de a freget nem kell megmagyarázni. Húz, illetve készerátok 2v4-ben. Megint nem a legelőnyösebb szituáció. A legjobb út igazából az, hogy megpróbálnak lemenni B-re, ahol egyedül a lovos Jekindár van, viszont nyilván akkor talán egy bombaplantig el tudnak jutni, azok után pedig jönni fog majd valószínűleg a riték. Ultimate csak ott hellre tart, úgyhogy nem fog arról információt szerezni, hogy hova mennek a brazilok. Erről majd csak Jekindár fog tudni mondani bármit is. Azok után pedig Twisteknek le kell majd rotálni. Erre viszont még van egy... mennyi? 15 másodperc, amíg itt föltérképezik a területet a brazilok. És akkor most lehet törgetni majd. Ó, Jekindár nagyon okosan csinálja, és le is tudja lőni az első embert. A másodiknak viszont egyelőre nem akad be az a kobak. Egészen talán eddig, most viszont reloadolni kellett, de majd akkor Skásztul egyet még szépíteni, 1v4-ből csinál egy 1v3-at, semmiképpen ne Twistek, illetve nem is Ultimate-nek kéne píkelni, ez a switch pedig innéttől fogva a halálát fogja jelenteni a legújabb addíciójának a liquideseknek. Ez pedig azt is fogja jelenteni számunkra, hogy megtörténik az egalizálás, amire én megmondom őszintén az első 5 kör után nem igazán számítottam. És Furiának el kell használni az időkérését. Na ez mondjuk fura, hogy a másodikat elhasználják. Mondom is, hogy miért. Az előző pályán nem kellett azon meglepődni, hogy a háromból kettőt elhasznál CT oldalon a Liquid. Nem azért, mert ekkora hátrányban voltak, hanem mert egyszerűen az a félidő, ahol a legtöbbet ki kell préselni saját magukból. Ezért ugye nyilván oda megpróbálsz többször beleszólni. Na most a Furiánál ugyanez a szituáció itt ezen a T oldalon, hogy nyilvánvalóan a CT oldal erősebb nyúkon, és itt kellene a több kört kihozni, viszont ezzel az öttelők már amúgy alapjáraton elégedettek lehetnének. Ráadásul jól is megy nekik a játék, úgyhogy nem gondolom, hogy itt a másodikat én elhasználtam volna, de ezért nem vagyok a Furiának az edzője. Gyorsan pop ismételt eljöhet itt Tech9-okkal, van egy jó alkácselónál. Hát nézzük majd a Liquid védelmét. Ne, fakire négyen fognak érkezni cseló vezetésével, viszont nem a kalásat találja meg cserébe, viszont triplát is tud lőni, a negyedik viszont nem akad be cselót, viszont Twist tudja óriásian kifejelni erről a szerverről most a 11. körben. Készen állt a megint csak utoljára életben, erre szoktuk volt mondani, hogy good luck, have fun, bár nem nagyon gondolnám, hogy itt ne csárkésznél be mondjuk Jekindár pont, hogy őt.
hogy esetlegesen, hogyha mondjuk ki szeretnéd dugni a buksiját innen ebből a vencből, akkor ne fejelnék őt mondjuk ki, de akkor végül inkább a gyors halált választja ezzel a technálossal. Mondom ezt én, aztán óriásét fejelni a Jekindára, és cserébe viszont lekerül 13 HP-ről, Ultimate pedig már érkezik hátulról egy dezivel, hát akkor viszont ez mindenképpen egy könnyedebb fregesz, ami viszont azt is fogja eredményezni, hogy a Liquid átveszi a vezetést a pályánkon, úgy, hogy a Fury a korábban 0-5-re vezetett. Mosoly az edző arcán, illetve Ultimate arcán is, jó ezt látni. Jó mosolygó Liquid játékosokat nézni, mert az azt jelenti, hogy azért nem egyoldalú lesz az egész Best of 3, hanem kapunk izgalmat. De felképesztő. Hát itt pont volt egy kis szerencséje a line-up-val, de az, hogy utána meg ugye belesétál, megtartja a sprayt, mert utána egy harmadik játékos is kap egy fejest. Az igen! Jó, jó, hát ezt ki kellett engedni, ezt teljes mértékben megadom neki, itt valahogy én is így reagáltam volna. Ultimate, nem Ultimate, Nef. Másodlagos AWP-vel, eléggé agresszív Ultimate, pedig a kintit tartja. Nem van a spotolás, Jekindár viszont ott van nagyon közel, és inkább vissza fog zárni. Dördülnek az AWP-k, csak a fregek hiányoznak. Na majd talán most. Ugyanis múlik ott a mintető smoke, Yuri viszont nagyon jól nyomja azt a control gombot a billentyűzetén, közben pedig innen cellóig fognak érkezni a füstök közepette, akár le is mehetnének exitbe, ami meg is fog történni mind a hárman a bombával, és ha erre nem számítanak most a liquidesek, akkor lehet, hogy nagyon keményen törbe lesznek csalva, és lehet, hogy akkor elúszik az a fél idei győzelem is. Érdekes kör, amit most a Fury-a csinál, mert sikerült lejuttatni Fallent, ennek ellenére még hárman itt maradtak kintin, és Ultimate-ék szerintem ezt meg akarják tartani, mert nem, tehát nem lesz feltétlenül erről fix információ, hogy mind az öt ellent vannak. Ultimate is elkezd egy kicsit passzívról visszamenni, viszont ugye nyugatra kell majd nagyobb figyelmet szentelni, mert ide is érkezhetnek majd. Visz van nagyon jó pozícióban, JKS be fog vonulni majd backside-ra, és inkább megnézi, vagy adézgatja, majd... Hát ott, a bomba az ide fog jönni, mondjuk így már nem biztos, Fallen ugyanis kiesik, Spools, róluk nagyon info, majd aztán most érkezik JKS egy duplával, Twistről még mindig nincsen információ, de hát itt vége ennek a körnek, tehát itt a Fury-a nagyon megpróbálta megforgatni, és ez nem lesz így kifizetődő, ugyanis JKS-nek megvan a következő, majd utána Twist az, aki zár, 5-0-ról 7-5-ös fél időt tud megnyerni. A Team Liquid, úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy ők is itt vannak a szerveren, hála jó Istennek, egy 2 perc szünet, és megnézzük, hogy folytatódik-e a Liquid vonat.
Megtartosodott Liquid, illetve egy kicsit beálmosodott Fury, ami végül aztán az első félidőnket jellemezte. Én pedig itt azon kuncogtam, hogy Piszt is közölt a csapattársakkal, illetve JKS-szel, az újdonsült Ausztrállal, hogy hát leolvasta gyakorlatilag egymaga a Fury-ásokat. Most pedig meg egy fenti pop ultimate vezetésével, aki meg is tudja nyitni a kört, sőt JKS is beszúr egy freget. Csak már Fallen tudna fregelni, de nem, őt pedig az irányító fogja kiszedni. Kettő védben maradt, tehát készen át, illetőleg Cello, és rengeteget kéne nekik visszaülnünk ahhoz, hogy itt nyert kört lássunk a Fury-ásoktól. Szép. Tehát, hogy az itt ezen a ponton ennyi. Tudnak mit csinálni Cellóék. Ez egy nagyon agresszív alpop volt. Amire pedig bevágtam, hogy jó game az az, hogy egyébként az egész háttető égett, de egy fél pixelt tudott találni egyébként Skulls, hogy ne égjen. Egy, mindegy. Valószínűleg a kis ujja ennyire kemény, hogy kapaszkodott. A ledge grab, ugye? Igen, igen. Mindegy. Ezt most tegyük félre. Ennek ellenére a Liquidnek nagyon jól működött most ez a támadása. És nagyon jó úton haladnak afelé, hogy itt elhozzák a felek egymás pályáját, mert most ekoznia kell a Fury-ának. Én azt gondolom, hogy így, hogy nem gyűjtöttek be egy freget sem 2000-ekkel, hiába vannak kevlárok. Nem gondolom feltétlenül, hogy itt jó döntés lenne rávásárolni. Aztán lehet, hogy pont a kevók miatt mondják azt, hogy oké, vegyük meg, egy dual berettát oda lehet dobni valakinek, és akkor készenálltó meg tud dobni esetleg, vagy tud venni magának egy MP9-et mondjuk, miközben itt... Nem már. Mentjű problémák? Ajaj. Hát ott nagyon néz ki, hogy a kábellel lesz valami kis probléma, mondjuk ezt pont átérzem, mert... Azt mondja, nem érdekel! Na jó, ez így! Fóla is ránézett is ez a... Működik! Na jó, akkor menjünk! Tipikus esete a kézrátételes gyógyításnak, ugye? Mitör? Nagyon élő, ő szeretne menni aztán fejelgetni az ellenfeleket. De emberem fölvette a futott három vagy négy lépést itt saját magába, vagyis egy helybe, majd utána, fú, ez fiúk, nagyon meleg van, azt levette. Mit csinál ez az ember? Amúgy nagy arc egyébként ő is. Egyébként nézek, azt történt nagyjából, amit mondtam, csak készenlátom megtartotta a dual beretet és egy famaszt vett, úgyhogy forszol a Fury-a. Veszélyes, mert itt el tud menni 10-ig is a Liquid így. Mondjuk azt kicsit értetlenül állok amellett a tény mellett, hogy JKS nem vásárolt Galilt, mert $1350 még ott a zsebben. Nyilván értem én, hogy itt majd megy a spórolás Ultimate-nek a VP-ére. Megint csak egy fenti pop fog érkezni, amire majd Fallen fog itt talán vállal, hát így viszont nem, mert beleég. Na majd akkor viszont megnyitják a kört Skullzzal karöltve, és aztán folytat Skullz, még akár a negyedik is meg lehet, na akkor majd Nefégül befejeli. Hát megint csak ebbe aztán nem láttam bele, hogy itt Skullz, nem hogy egyet, hármat lelő. Ez innentől fogva mentő akció a kanadainak. És akkor, hát úgy néz ki, hogy bevált ez a force kör, de hát itt ha Skullz nem megy ekkorát, akkor látni lehetett, hogy be lesz darálva ez a kis pisztolyos ávédelem. Nyilván még közel volt Cello azzal az MP9-essel, aki talán még le tudna lőni itt Nef, de hát azzal a 44 HP-val itt nagyon jó timingot kéne elkapni, mondjuk Cello elnézzen, aki nagyon-nagyon fegyelmezetten ugyanúgy kitart amellett a szög mellett, amit a kör eleje óta tart. Most pedig meg lesz a spot Neftől, és aztán meg sikerül lőni végül a kanadainak a skalpját is. És akkor nem egy 9-5, hanem egy 8-6-ot fogunk látni innéttől fogva. Egyszerűen csak nem ridelték azt, hogy itt forszolni fog a Fury-e. Hát itt 5 megten, Benti Pop, Echo ellen, tökéletes. De hogyha ridelik, hogy amúgy itt van 5-7, van Famas mondjuk, ja, jó. Hogy elmennek kintire inkább. Gyönyörű Skullzt, ezt nem lehet elvenni tőle, egyszerűen. Nem lehet elvenni, tényleg gyönyörű volt így a védelem, főleg tőle. De itt mondom, egyszerűen csak szerintem a Liquid nem olvasta jól a szituációt, és véletlen problémák a billentyűzettel. Az pedig egy kellemetlen szituáció lenne, hogyha billentyűzetet kellene cserélni, mert oké, hogy az gyorsan működik, mert oké, ki
kihúzzák, bedugják és kész. De az elvesztítheti a komfort élményét, vagy komfort érzékét kényszerátó. Meg hát ki tudja, hogy van egyébként egy másik billentyűzet itt a közelbe, amit pillanatok alatt be lehetne hozni. Na pont ezt akartam mondani, hogy kitől kéred el? Mokáiktól, akik éppen 12-5-re vezetnek a heroik ellen? Vagy Dextertől, aki pont, hogy fordítva 5-12-re most... Ha Voró még itt van. Ja, mondjuk tényleg Voró még itt van, őtől el lehetne. De hát... Hát vagy a készülődő csapatoktól. De... A következő... Mert akkor nem tudnak készülni. Hát az kit érdekel most. Őt az nem zavarja. Complexity Eternal Fire lesz ma még ugye 18-45-kor. És ennyi. Hát vagy fölhívod Elisztereket, hát egy figyelj, mert tudom, hogy tartatok hazafele a repülőn meg minden, de egy Billel azért dobjál már meg. Ne legyél már ilyen irigy. Nyilván még a Complexity Eternal Fire mellett, ami ugye szintén... Kapott is másikat, nézd. Na. Na, ott volt már fölötte. És majdnem még hasonló is, úgyhogy... Jaj, de tisztelem őket! Mondjuk, én egy pillanatig végignéztem ott Neffnek a jobb csuklóját, hogy biztosan azt az ujját mutatja, amire gondoltam, de nem, szerencsére ott a mutatót beragad véletlenül. Hát ugye a kóros balklik nyomogatás. Értelen úgy maradt a kanadainak a keze. Gyuri pedig közben konfigon, nagyon úgy néz ki. Hát JKS megszokásos, egy mosoly az arcán, nem az, hogy egy mosoly, egy szemrebbenés az arcán nincsen. Persze. Nyilv után vársz tőle mosolyt. Most, ha nyer valami nagyot megint, akkor esetleg elenged egyet, de azon kívül... Hát egyszerűen négyen próbálják megoldani a problémát, tehát Fallen, vagy hát öten. Igazából készerátóval együtt, de úgy néz ki, hogy ha visszajelzi az inért, akkor elvileg működőképes minden, és pöröghet tovább. Másik oldalon ugye, hál' Isten, nincs probléma. Mindenki csak ül, vár, higgadtan, nyugodtan. JKS még higgadtabban. Nem tudom, láttad-e, hogy... Nem az a stresszes gyerek egyébként. Nem tudom, hogy láttad-e, hogy ugye legutóbb Fallen kézrátétellel gyógyított, most hunyorított egyet, és úgy néz ki, hogy telekinézissel, akkor... Hát a keresztapa ugye, akit már emlegettünk korábban. 8-6-ról megyünk tehát tovább, hogy ezt emeltük ki korábban, viszont vásárolhatnak a Fury-ások, a Liquid pedig hát szintén rávásároltak, de ez tőlük inkább egy half-buy-szerűség lesz. Hát... Top JKS, majd befejezem a gondolatom. Egy, és ott van a kettőt, vissza tudta őt kisegíteni, és lehet végvinni a rampa popot. Húzék próbálkoztak meg egy agresszív play-jel, ám ez nem volt kifizetődő, készerátó rálép a gránátra, tehát egy 53 HP-n, viszont ennek ellenére a Jekindel nem tudja megnyerni ezt a párazot. Ultimate-ék már nem vannak bén amúgy, hát ő plantolni fogja majd a bombát. És akkor 3v4-ben jöhet Yuri-éktől a riték, meg lehet ezt próbálni. Annak füstök, ki lehet zárni azért elég sok pozíciót, csak itt a fightokat meg kell nyerni, és nem tudom, hogy hogy fog Yuri egyáltalán itt megérkezni. Hát ez sehogy. Sehogy. Na, úgy néz ki, hogy akkor innét fogva akkor mentő akció, hát amúgy van miért respekkolni, 2M4, egy famasz van ott, rengeteg gránát, kiskevók, sőt Yurinál és Skaznál akkor nagykevók, illetőleg ott van még az emlegetett Brazilnál egy kit is. Viszont innen iszkirizni kell majd Ultimate-éknek is. Akik közül pont, hogy ő az, aki inkább itt hagyhatná a fogát, mert csak egy egyszem, de ezért van a többieknél, azért vannak MP9, illetőleg kettő megtanul, hogy az SMG-kre gondoltam. JKS, kiszámolta. Megint csak el tudnak húzni a Liquid-esek, újra háromkörös a differencia a 2-1 lett között. Nem tudjuk bemondani biztos, hogy ez növelődni is fog, mert kihoztak fegyvereket a Fury-ások, hármat is. Amikből lehet majd dobálni. És akkor szerintem megint egy teljes vásárlása lesz majd brazil oldalról. Cselónál egy famasz azon kívül meg. Jobb a szettje még mindig, mint a Liquid-eseknek. Ott ugye ragadtak be fegyverek, tehát egy MP9-2 megten, egy Galil, egy AK. Viszont lehet azért ezekre az SMG-kre is építeni, mert erre viszont tökéletes, amit Twist csinál. Közel van, be tud majd poppolni egy flashre, és akár meg is lehet vele lepni valakit. Főleg így, hogy elég messzire bejut. Sőt, ő végig ki fog kontaktolni, aztán Scoot lekapcsolja őt. Egy feles egyébként érkezik, akkor...
akkor szerintem ki tudta volna lőni legalább egy embert. Így viszont ember hátrányba kerül a Team Liquid, az irányítónak pedig most az a dolga, hogy hát külső popból igazából valahogy egy kört hívjon a játékosainak, ami egy alpop lesz. Vagy lemennek Vence-ben, egy játékosnak sikerült, és így JKS, hát talán belegabajodott a létrába. Ezért egy újabb frag Fallen-től. Dupla ember előny, viszont Ultimate lejutott itt single doorra, amit hogyha benyit, akkor cello fog rá majd swingelni másodpercek múlva. Meg is történik végül, nem csak hogy a swing, de a bombának az elejtése is. Neffing mondjuk egyet korrigál Lignen ezzel a 2MP9-essel, ráadásul azokban a pozikban, ahol liquidesek vannak, nem lesz könnyű longrange fightokat nyerni, mondom ezt én. Aztán Jekindár igaz, hogy sebződik 50 HP-ig, de fregel egyet, ja. Sőt, Neff is lő egyet, bombájuk viszont nincsen, de ez így ma innentől fogva már csak egy 2v2. Hát 35 másodperc és a bombát azt nagyon jól be lehet kuckózni. Tehát Neffék hiába térképezik fel a területeket, egyszerűen itt nagyon-nagyon sietniük kell. És Jekindár rámpáról fog majd érkezni, ez lehet talán az út Neffel együtt, de hát itt futni kell végig. És hogyha egyetlen egyszer itt közel lépnek majd a liquidesek, akkor az már le lesz tartva, főleg így Fallen már azon a szegezte is a tekintetét rámpára. Neffet is szerintem megpillantotta. Erre mindez 13 másodperc, a flashbe bevakul, és lehet, hogy Neff inkább el fogja engedni. Ezt a kört kihozza majd az M4-et a következőre. Ugyanis... hát... talán... 4000... Az a baj, hogy kötelezően venniük kell, mert JKS-nél nincs pénz. Jó az az M4, hogyha meg lesz a következőre. Pingpong hangulat egyelőre a szerveren, ide-oda pattognak a körök, értem ezt az alatt. Oh, JKS, igen, itt elveszített egy csomó másodpercet. És ráugrott a létrára, azért halt meg. Ha ott leesik egyből, akkor túléli. Csodálkoztam is rajta, hogy neki nem sikerült. Akkor végül aztán láthattuk egy közeli popból is. Yuri pedig továbbra is a kintivel fog itt bajlódni. Jó volt a robbantás, viszont Jekinder óriásit fejjel a Galillal, ember előnyben a Liquid tehát. Honnan szeretne válaszolni, a gránát viszont már egy kicsit késő. Késeim. Aztán, nyugodt tetőre rá lehet még nézni, meg is erét vissza a szemben a párharcát. Kanadai megint nem kezdi tehát annyira jól a kört, Fallen szeretne tovább folytatni, Skulls fogja ezt helyette megtenni, Ultimate viszont le tud majd surrunni. Exitbe. Lehet ez így még mindig egy 3v4. Végezek ráadásul egy... hát... T250. Kevó. Hát így, neki sok minden nem jutott erre a körre, de ugye ebből jött, hogy mondtam, hogy kötelező vásárolni. Rampán megérkezhet majd létbe, elvághatja valamilyen szinten talán a rotát. Ez lehet az ő feladata, miközben Cello itt magaslati pozícióból fog UMP-vel darálni, meg van egy, majdnem a második is. És akkor most jöhetne JKS, akit készenlátó lekapcsolt, és így Ultimate marad 1v3-ban, nem sokáig mondjuk, érkezik a néd. Ultimate ledodzsol, mínusz 1 HP. Majd utána fegel is egyet, két odarra, sőt meg van a második is, és Fallen-nel szembe tud nézni. 25 HP-ba, de nem tudja megoldani. Elképesztő próbálkozás Ultimate-től. Egy gyereket zseni, legalábbis ma mindenképpen. Aki nem értené itt a referenciát, hát igen, ott... Fallen zsebre rakta szegény Ultimate-et. Annak ellenére, hogy amúgy tényleg ez az 1v3 szitu, ez... egyáltalán nyerhetetlennek tűnt legalábbis innen, és kettő olyan fejest bepakolt itt a lengyel vépés, hogy ez hihetetlen. És megvolt még az a 11 töltény a tárban, amivel hogyha mondjuk be tudta volna koppantani a keresztapának a fejét. Azért hallhatjuk, hogy jön a nice try, és hát ez mindenképpen az volt. Viszont érkezik egy utolsó kikérhető tagpauz. Nem is. Nem, már a Furiások kértek ki korábban kettőt. Igen, ez még az előző pályán volt, hogy a liquidesek eszeveszetten kérték ki azt a tagpauzt. Nekik ez most az első itt nyúkom. És nyilván ugye nem véletlen, egy vásárlós kör előtt vannak. Mondom ezt én, de ugye nincsen pénzük, úgyhogy valószínű, hogy itt azért mégsem lesznek fegyók. Ultimate Hero-kkal a többiek, Tech9-ok és Dezik, illetőleg Neftnél egy Mekten. És akkor a gondolatmenetemet befejezve, talán azért jöhetett még az időkérés, mert most már csak egy körös a Diffy a két csapat között. Megveszik a liquidesek. Jó. Érdekes döntés, de cserébe kockázatos. Nyilván talán Ultimate-nek a pénze jelentette azt, hogy oké, akkor ezt vegyük meg, mert ő tud alkával operálni. A többieknél, és ott Neftnél van még egy Mekten, azért mondjuk veszélyes lehet, ő azért bemutatta egy pár körrel ezelőtt, jól tudja forgatni. Twist most egy kicsivel passzívabban kezdhet akár. Lejutottak exitbe teljesen ingyenesen a liquidesek, és akkor most jöhet az, hogy terelgetnek egy másik irányba.
Nyilván egy alpop azért el van adva, főleg úgy, hogy Twist is megpróbálkozik betölni nyugaton keresztül, Follent, lekapcsolja végül Nev. Lehet így upgrade-elni akár, de nem 4 pont meg. Twist pedig befejel Yulira, úgyhogy már is megvan az első upgrade. Kezdés nagyon, így viszont ez a Liquid-től, főleg úgy, hogy kvázi amúgy üres a B. Nem állt az a C4-es is. Nem fék, még nyilván tisztázgatnak Catwalkon is. Akkor itt a füstök rengetegében végül aztán Double Door mellé leteszik a bombát. Elnézve a Furiásoknak a pénzét, ez mindenképpen mentő akció, ugyanis készerátonál, ráadásul Kala is van, amit ugye ők nem tudnak CT oldalról vásárolni, úgyhogy ezt mindenképpen ő ki szeretné hozni. Itt a Double Digitra fognak kerülni most Twist-ék. Erre ugye korábban legalábbis Anubison nem kerülhetett sor. Továbbra is ugye vezetnek. Megint csak kettő körrel fognak. Mikindár pedig majd elmegy vadászni, készerátó, viszont fejel egyet. Nagyon úgy néz ki, hogy itt a lett játékost is megpróbálják becserkészni, míg Skalzék, akinek meg lett a kontaktja, viszont egyelőre csak a spot van meg Nefről. Na majd akkor JK ezt tudja begyűjteni magának, és akkor a kanadai vele is tud végezni. A bomba robban itt, tehát akkor most már végrejelesíteni tudjuk, hogy 10-8 az állás. 3 körre a Liquid pályagyőzelemtől. Ezek után még jönne egy harmadik. Akit nyúkon dűlőre jutni, ami nem lenne más, mint Mirage. Azt az én mondjuk megnézném. Tehát egy Furia Mirage az mindig szerintem ilyen felemelő érzés, mert azért azon a mapon is lehet lassan játszani. És a Furiának azért a támadó oldala nyilvánvalóan itt arról szól, hogy akkor a gyors körök, a berobbanó körök. Azt hiszem érdekes lenne, hogy ott a Liquidnek a védelme mondjuk, hogy tudna ezekre reagálni. Viszont szét oldalon is érkezik a vétel. Twistől pedig a nyitó. Júri ebben mondjuk nem sokat látott szegény. Follan megpróbált kimenni a fegyverért, de észlelte ő is, hogy ebből nem lesz ez így. Upgrade. Egy M4 maradt. Igazából ott készre át. Talán meg nyilván egy MP9, amire lehet építeni abszolút. Hát meg Skullznak a 5-7-je is eléggé veszélyes. Úgyhogy ez a kör még abszolút nincs lejátszva. Viszont ami problémás az az, hogyha a Liquid megnyeri most ezt a kört, azzal ugye 11-re jutnak. Ugye ez közben elkapta Follan, úgyhogy megvan a dupla ember előny. Azok után meg a Furiana nem lesz pénz, úgyhogy lehet ők is belekerülnek abba a szenárióba, hogy kötelezően meg kell venniük. Ami problémás, mert akkor folyamatosan forszolgatni, meg hát ilyen félig meddig half-buy-olgatni kéne a Liquid ellen. Ami, amit te is kiemelt, egy óriási nagy spirálba kerül, ennek készen látom, mondjuk refregel egyet. Továbbra is viszont ember előnyben Twist-cék. Skaznak amúgy jó ez a short range-re, ez a 5-7, viszont nem akad be most a frag, úgy ahogy az korábban beakadt az első pisztolyosunkat tekintve. Készálltak, viszont tud még egyet fregelni. A bomba viszont most lekerül a fenti outside-onkra. 2v3, és ez abszolút megpróbálható még. Hello kap egy alkát. Én azért azt gondolom, hogy mivel nincs pénz, azért ezt ki fogják menteni. Hello is csak szeretne átcrosszolni, amit meg fognak neki engedni, nem píkált hamarabb ultimate. Lesz kettő fegyver. Nem lesz sok a pénz. Ez a baj, hogy ugye most abban a pozícióban vannak, hogyha ekóznak, akkor potenciálisan szinte biztos, hogy átengedik a Liquidet pályapontra. Ezt nem akarják megengedni. Erre ez a két akár tökéletes megoldás lehet. Főleg úgy, hogy készerátom még kapni fog egy kis pénzt, úgyhogy lehet, hogy még dobni is tud akár. Talán ennyire nem lesz vészes a Furiának ez a vásárlása. 2950. Hát, hogyha nem akar jutit, akkor tud dobni amúgy egy M4-et. Hogyha akar egy keveset, akkor a FAMAS is jó megoldás lehet. Hát lehet rá kéne menni itt a Firepower-re. Mondjuk attól is függ, hogy nyilván kinek fogja dobni. Nem. Lelkózzák. Érdekes. Hát ez megint kockázatos döntés, akkor így. Megpróbálnak talán a kettő alkára építeni, és bejutatni őket jó pozíciókba. Készerátótól mondjuk az akármit környerő is lehet. Kérdés az, hogy ugye, hogyha oda jön egy moli, akkor mondjuk mit csinál? Lefüstöli. Tény és való, csak utána. Exitbe talán le tud ugrani. Az a Molotov egy picit rövid lett. Készerátor innentől fogva, akkor mindenképpen Joker poziban játszik. Mondjuk jó vakító, és ellövi magát innentől fogva, neki hűlt helye van. Szépen megjátszottak a Liquidesek, készerátor még egy picit elkapkodta, de nem hibáztattam semmiképpen sem őt. Yulira is megy közben az áldás a füstökön keresztül, egyelőre viszont még nagy nehezen, de valahogyan túlél, és át tud zárni Hellbe is. Egy perc az órán,
A likvidnek még bőven van ideje a területet foglalni, illetve rotálgatni. Jekindár tartja le nyugatot. Cselóék, ha lehetem, akkor bekuckóztak B-n. Most szeretnének egy kicsit agresszívabban támadni. Hibázott a füst. Ajjajjaj. Enes. Húznak ebbe, sok beleszólása nem volt. Hát még tart le. Csak jó bét lehet akár, főleg így. Cseló tud egyet trédelni. Majd utána Yuri is beszáll az USP-vel. Kérdés az, hogy Jekindáron mennyi információ van, mert hogyha ő meg fog jönni majd Heavenből hátba, akkor Yuri nem lesz annyira boldog. Tudod, JKS okosan csinálta, mert most egy megtent, és érezte, hogy EQ ellen fognak menni. De eddig neki sok relevanciája nem volt ebben a körben. És akkor Cseló 1v3-ban, miért ugyanaz, ami az előbb egy mentő akció? Nagyjából igen. Hát, exitekre fog felállni Cseló. Meg lehetne amúgy próbálni, hogy neki vásárolnának. 1v2 és csak egy játékos van a Sighton JKS személyében, bármire kimondom, nyilván ott Heavenbe és oda fog zárni 6-ossal Jekindár. Akkor nem mindent fogva lesz végül kihozva ez az AK. Úgyhogy tényleg akkor exitek rá átfelcsalód. Szóval befejezve a gondolatmenetemet, rámehetett volna, hogy ugye még egyszer kövikőre mindenképpen vásárolnak, de ezt a kalát ki szeretném menteni. Talán Yurinak eldobhatná. Bár inkább meg is tarthatja amúgy, mert most jelenleg ő a legjobb formában lévő. Az a Yuri, akit amúgy az égig magasztaltunk és ódákat zengtünk róla. 8-15-ben, majdnem hogy 0-5-ös KD. És az utolsó idő kérését is akkor úgy néz ki elhasználják a brazilok. Nem, a Liquid fogja kikérni a másodikat. Akkor ők viszont úgy néz ki, meg akarják húzni a rövidet. Inkább átbeszélik, hogy szeretnék végül lezárni a mérkőzést egy hasonló arányban, mint tették azt a fűriások Anubison. Na ebből milyen kör lesz? Kettő hát, megten. Gyors. Kösz. Legalábbis így a megtenekből itt élve, igen, tényleg. Igen. Ugye... Hát... Befejező a pop. Mert itt amúgy az lehet a megtenek miatt. Vagy... meg lehet forgatni azzal, hogy a két megtenes lecsúszik csatiba, többiek pedig mennek kintire. Ez lehet még egyébként egy másik fajta megoldás. Még egy harmadik megten is, de miért? Figyelj, én itt elvesztem ezzel a stratégiával. Hogy Jekindár nem egy baitnek. Ő most le tud menni ingyenesen, ezáltal így ezt területet fog nekik nyerni. Jekindár végig tud ugrálgatni majd és úgy felfedezni az engölöket, ez még jó is lehet egy megtennel. És hogyha a csatiba bejut, akkor be tud jönni onnan pluszba, és nem kell azzal szembeni, hogy az alkával nem lenne jó a spray. A... étráról. Vagy full beterel. Mindenképpen... Hogy... Hát... Jó, nézzük, kíváncsi vagyok. Hisz fog megindulni Skáznak, jó, a pozja fejelni is tud, úgyhogy megvan a nyitó a braziloknak. Közben Jekindár feljött csatiból, megvan az első frag, viszont készre látott is befejelik. Továbbra is ember lenne, viszont a Fury, a Skáz pedig kitartóan tartja ezt a pozit. Megvan a frag, viszont nem sikerül folytatni. Na majd akkor Cello Heavenben, és akkor Ultimate egy 1v3 szituban. A nyugodtos playert hitelé végül azt a Heavenben lezárja az utolsó életben ott tartózkodó Fury-ásra kört. Úgyhogy nem lett meg a 13. a liquideseknek cserébe, viszont a Fury-t tud zárkózni 12-8-ra, 12-9-re. Most mondom, hogy a szituációt, tehát az, amit Jekindár csinált, az make sense, tehát annak van értelme. Le tudott menni, beterelt egy kicsit, hát ha széthúzza egy kicsit a védelmet, hát ha elrotálnak arra, ilyen szokásos dolgok. Utána ténylegesen, mivel ő fölpoppolt csatiból, ezért a megtenne nem lesz neki problémája. Akkor miért kellett Nef-nél, miért kellett JKS-nél is, amikor ők ajtóból jöttek? Én csak ennyit nem értek, hogy a JKS-nél alapesetben volt egy megtem, mert azt áthozta az előző körből, akkor miért nem ő csinálta meg ezt a playt, és miért kellett ehhez a három megten, a többiek pedig simán vehették volna az alkákat, és betörnek úgy a site-ra, hogy náluk van a firepower, és ott van a potenciál az instant fejelésre az alkák miatt. Én csak ennyit nem értettem. Nef-nél megint megten, Twisthez pedig most csak egy galil jut, mert nála nagyon kevés volt a pénz. Érdekes, megint. Hát megint egy fura kör lesz, Ultimate cserébe viszont a AWP. Úgy néz ki, hogy rá akarnak egy kicsit építeni, ami szerintem jó döntés tekintve, hogy 20-10-ben van. Jó volt a RAM boost is, és előre nem érzi Yuri poziát, de láttuk ma már flickelni a lengyel AWP-st. Nehéz rövés. Hát nem egy könnyű. Az egyszer biztos.
Mondjuk egy mollival ki lehetne onnan ugratni, Yuri, de hát arra a pozíra számítani ennyire early-ben. Neff pedig próbálja kihúzni az összes gránátját, ami cellóiknak van rampa tetején, illetve a rampa előtti kis részben. Twistok beugrani majd akkor, vagy nem ugrik be nyugatból, ugyanis leszpotolják innentől fogva Yurit. Na akkor tényleg mehetne rá egy molly, helyébe viszont a brazil leszmokolja magát, de az a smoke nem tökéletes. Hát molot nem nagyon tudnak rádobni, mert akkor ki lennének téve annak, hogy nyugatból hátba lehet őket lőni. Hát oda mélyre nem is érdemes, túl sok helyre tud elbújni. Olyan tart pixelen. Valószínűleg amit leszpotol itt egy embert, ő vissza fog zárni. Gyerünk, egy tapod, egy tapod. Ez nem az. Pedig éreztem benne, nagyon ő is ezt szerette volna. Potolás megvan mindkét oldalról, Fallen egy kicsit vissza zár passzívra, az a gránát még jó is lehet. Hát kicsit megcsípi azért Jakindert, és most már fél HP-n, csak úgy mint víz. Hát elkezdtek azért a likvidesek foglalgatni megint több irányba, itt most nyugatra akarnak rámenni, Yuri egyszerűen csak kitapolgatja viccet. Akire megpróbálnak válaszolni, viszont itt a füstön keresztül eléggé nehéz, úgyhogy Yuri fog pozícionálni, Jake szeretne menni előre, viszont hibázik az a spray, Yuri már a második, illetve a harmadik is megvan. Észreálltó pedig így, hogy lelőtte Jake, a Snap marad egyedül 1v5-ben. Ha megtent, ki akarod hozni? Persze, hogy ki akarod, hát nyilván kell valami fegyver a következő körre. Csak most már befejezhetnék a megtenőzgetni az őszintét, mert nagyon látom az értelmét. Hát meg most már a mapot is, mert én is amúgy, amit pár körrel ezelőtt pedzegettél, megnézném azt a harmadik pályát, ugye, ami a Mirage lesz nálunk itt. Egyelőre viszont kettő körre, hogy beteljesüljön a Furiásoknak a comeback-je. Yurinak ugye a hatodik érzéke, nem először bukkon elő a mérkőzésre, jó volt innét a fogva a swing. Készerálltó pedig onnan outside tetőről, pontosabban outside tetején lévő catwalkról intézte nyilván a kötelezőt. Ahogy te is mondtad, Echo, Neppnél van egy híró, hát híró megten. Furcsa kimondani, de tényleg az. Igen, ez ténylegesen így egy fura kifejezés. Ugye? Rampa pop. Avipére még egyébként nem is lehet rossz. Egy Fallen hibázik egyet, hát csak kibünteti. Egy Glock. Az egy kicsit közelebb kellene jutni. Fallen pedig egy lövés után szerintem, hogyha több embert is megállt, akkor lefele fog rotálni. Nem. Hiba egy, hiba kettő, a harmadik már nem lesz, viszont lefejelik őt. És megjön cselló, viszont meg tudja védeni ugye a társát, Yurival együtt. Na aztán most fog beszorulni. A AVP-vel, na és ilyenkor ezzel mit lehet csinálni? Jó a tag. Lehet pedig nem jó a ultimate-re. De ezzel az egyszerű AVP-vel sajnos egy ilyen Echo-ból 2v4-et nem lehet nagyon megnyerni. Úgyhogy itt másodpercen keresztül meg szévelni se lehet, szerintem a Furiások azt nem fogják engedni. Úgyhogy rá kell próbálni. Ultimate pedig megy előre az AVP-vel, itt végig kell csak neki kontaktolnia. Kász pedig megint letartósat játszik innen elosztóból. Ez egy könnyedebb frag lesz majd itt a lengyel VP-sre. Peak. Majd talán most. Akkor Kász végül ellövi nem csak a JKS-t, az előbb emlegetett Ultimate-et is. Továbbra is mapponttal a Liquid, viszont már csak egy körös a differencia a kettő csapat között. Egyelőre 5 darab mappontból sikerült 4-et deny-olni a Furiának. És ha a következő is megvan, akkor menni fogunk legalább 4 körig az overtime tekintetében. Próbáltam egy picit belehallgatni, hát a kommunikációból elkapok valamit, de még igazán mindenre próbál spotolni. Hát, ha észreveszi, hogyha valaki lemegy exitbe. Most készreálltó viszont ajtót fogja betolni, és a teljes lobby kontrollja megvan a Furiának. Ez viszont nagyon veszélyes. JKS pedig jó helyre tart egyébként. Csak kérdés az, hogy mennyire fogják ezt túltolni kintiről, meg tudnának majd érkezni a likvidesek. És ennek a lobby kontrollnak egy hátránya van, hogy egy gyors alpop érkezik, mert azzal sok területhez tudnak jutni, és ki is tudnak zárni itt hátból, illetve ajtóból majd a niték elő CT-ket, csak egy elsőre Yurit akkor ki kellene kapni ebből a pozícióból, vagy legalább le kellene füstölni. Visz ugyanis, itt CT-re majd el tud menni, de Neff igazán számítanak itt Yurira, pedig már egyszer eljátszotta ezt a kártyáját. Csak a kérdés az, hogy Visz mennyire tud majd trédelni, akkor föl fog menni inkább Heavenbe. Cello megnyitja a kört, esik Ultimate, út vissza, viszont nagyon jó volt a refrag, amit pedzegettél, sőt ott a folytatás is, és megvan a garázsoson az info, Jakindert lekapcsolra Yurit, gyakorlatilag megfordul a kocka a körben, ha még itt készerálltó is meghal, akkor már csak Fallen marad erről az AVP-vel, de sokat már nem fog tudni tenni, így tehát készerálltónak egy feladata van, túlélni és legalább két embert ellőni. Hát
én még azt gondolom, hogy az egy is elég, mert akkor Follenek egy 1v2 az nem hozhatatlan feltétlen. Most érkezik viszont a válasz, Jekindár marad 1v1-ben. Itt a legvégén, készen látok, Pikel viszont elhibázza az M4-A4-el a sprayt, és az a Jekindár, akinek nagyon nem ment az elmúlt, mennyi, egy év, másfél év, most a második felére úgy néz ki, hogy följebb tudott kapcsolni. És hát nem tisztán, nem könnyen, de 13-11-re megnyeri végül a Liquid Fury-ának a pályaválasztását, és aktiválódni fog az a mirázs, amire szerintem mind a ketten nagyon kíváncsiak vagyunk, reméljük, hogy nézzük ti is, úgyhogy nem sokára jövünk vissza egy ilyen 10-15 perc, és talán elhozunk nektek a Fury Liquid harmadik mapját, nem menjetek messzire.